Képviselő úr, most megadom a szót Csárdi Antalnak, az LMP képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr. Hát szomorú, de ott kell folytatnom, ahol ellenzéki képviselőtársaim abba hagyták, hogy az állami számvevőszék gyakorlatilag a kormány kinyújtott politikai karja. Politikai alapon megrendeléseket kap és teljesít. És a beszámoló ugye ennek értelmében persze említést tesz a 2015-ben megtartott időközi országgyűlési és a 16-ban megtartott időközi önkormányzati választásokról, azok lebonyolításáról és pénzeszközeinek felhasználásáról, és emellett a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításáról is, illetve az itt felhasznált pénzeszközök és elszámolások ellenőrzéséről. Természetesen az állami számvevőszék szabályszerű költést állapít meg, ami önmagában is mutatja, hogy milyen mértékű elfogultságról is van szó, hiszen pontosan tudjuk, hogy a népszavazás kapcsán gyakorlatilag egy vaskos, sokba kerülő propaganda csomagot kaphatott meg a magyar társadalom, és persze ezt illetlenség lett volna az állami számvevőszéknek, hát mondjuk úgy, hogy kritizálnia. Pedig tényleg milliárdokba kerültek, és legyünk őszinték, még csak értelmesen volt, mert hogy ugye a népszavazás eredménytelen és érvénytelen volt. 2018-ban az állami számvevőszék rengeteget szerepelt az országgyűlési választások miatt, bár ez a beszámoló erre vonatkozóan részleteket nem közöl, az országgyűlési választás előtt közben és alatt is több párt ellenőrzésre került, viszont kiemelten érdekesnek tartom, és ki is szeretném hangsúlyozni, hogy egyetlen párt nem volt ellenőrizve az állami számvevőszék által, mégpedig a legnagyobb kormányzó párt, a Fidesz. Ők pont kicsúsztak, nem ők voltak soron. Én ezt értem, csak furcsálom. Azt gondolom, hogy arról mindenféleképpen beszélnünk kell, hogy ezzel szemben a többi ellenzéki pártot persze ellenőrizték, és érdekes módon találtak is hiányosságokat, és most én nem fogom még egyszer elmondani, amit Varjú képviselőtársam már elmondott előttem, hogy mondjuk úgy, hogy még az adatszolgáltatást is igyekeztek minden eszközükkel megnehezíteni. Azt gondolom, hogy ez tökéletesen bemutatja azt, hogy önök sajnos mára már nem működnek független intézményként. Pontosan tudjuk, hogy az állami számvevőszék elnöke tagja volt a Fidesznek, pontosan tudjuk, hogy képviselője volt a Fidesznek, és azt is pontosan tudjuk, hogy milyen személyes jó kapcsolatot ápol miniszterelnök úrral és a kormány több képviselőjével is. Amíg én beszéltem, valószínűleg a kamera nem mutatta, éppen kezet fogott az egyik fideszes képviselőtársammal, ami azt gondolom, hogy teljesen rendben van, épp csak azt a személyes jó kapcsolatot próbálom vezérszónoki felszólásomban bemutatni, amiről senki nem beszél, és ami egyébként beszédes annak kapcsán, ahogy az állami számvevőszék működik. És azt gondolom, hogy ha már itt tartunk, akkor valóban beszélnünk kell Bangóné képviselőtársam által már megemlített 9. kerületi ellenőrzésről, ugye ez az én választókerületem, és milyen érdekes, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy a kampány úgy tudja megtervezni a Fidesz-KDNP, hogy gyakorlatilag a kampány stratégia része, hogy majd az állami számvevőszék milyen megállapításokat tesz, hogyan időzítve. Érdekes módon egy korábban elvégzett ellenőrzést csak az önkormányzati választásokat követően sikerült nyilvánosságra hozni, véletlenül. Késett a postás az e-mail fiókba, gondolom. Ki tudja. És önök hiába beszélnek a korrupciós kontrollról, ebből önök, ha kormányzó pártról van szó, semmit nem teljesítenek. Mert hány olyan megállapítást tettek, elnök úr, ahol például az 5. kerület ellenőrzése során kifogásolták volna, hogy az 5. kerületben 200 ezer forint környéki négyzetméter áron értékesítettek ingatlanokat. Nem 20 évvel ezelőtt, most.
És vajon a 9. kerület ellenőrzése során észrevették-e azt, hogy úgy értékesítettek ingatlanokat a 9. kerületben, hogy 15 millió forintra értékelték az ingatlant, 7,5 millióért a rendeletnek megfelelően eladták, ugyanakkor ez 2-3 héten belül 30 millióért újra gazdát cserélt. Tehát önök még csak nem is észrevételezték azt, hogy már az értékbecslés is úgy hamis, ahogy van, és gyakorlatilag súlyos veszteségeket kell, hogy elkönyveljenek ezek az önkormányzatok. Ezeket önök mind nem vették észre, ugyanakkor ugye folyamatosan lehetett látni, hogy ellenőrzik az ellenzéki pártokat, hogy kicsit olcsón, nagyon olcsón bérelnek-e irodát. Azt gondolom, hogy föl lehet itt most sorolni gyakorlatilag a teljes ellenzéki oldalt, hogy kit milyen, hát pestélyesen szólva, faldumával bírságoltak meg. A 2018-as beszámoló visszatekint korábbi évekre is, illetve hát párhuzamot von a monetáris politika hatásaival, ezzel persze a Magyar Nemzeti Bank munkásságát dicsőítve, persze ez egy jó felépített rendszer, hiszen az egyik függetlennek mondott szervezete a magyar államnak dicsérheti a másikat, és ezzel erősítve a kommunikációt, azt gondolom, hogy ettől mi még ezen átlátunk. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ugye a visszatekintés 16-17 és 15 évekre az annyiban érdekessé teszi ezt a dicshimnuszt, hogy ugye akkor volt, amikor a Magyar Nemzeti Banknak az alapítványaiba befolyó pénzek elvesztették közpénz jellegüket. Tisztelt képviselőtársaim, én a mai napig nem értem, és valószínűleg vagyunk itt így páran az ellenzéki oldalon, az állami számvevőszék akkori álláspontját sem akkor nem értettük, és most sem értjük, hogy hogy vesztheti el valami a közpénz jellegét, és hogy miért nem lépett hatékonyan, hangzatosan fel az állami számvevőszék, amikor a Magyar Nemzeti Bankok működéséről volt szó. Pedig azt hiszem, az előző ciklusnak ez a legnagyobb pofátlansága volt, mert azért pontosan tudjuk, hogy ezeknek az alapítványoknak a kistafingozása, annak a forrását a magyar devizahitel károsultak saját zsebből finanszírozták. El lehet mondani, hogy gyakorlatilag a forintosítási törvény kapcsán keletkező nyereség volt az, ami lehetőséget biztosított arra, hogy ennyi szabad forrást alapítványokra költsön a Magyar Nemzeti Bank. És azt gondolom, hogy ez nem egy elhanyagolható tétel, mert közel 300 milliárd forintról beszélünk. Az állami számvevőszék 2018-as beszámolójának köszöntőjében az alábbiakat olvashatjuk. Az állami számvevőszék az országgyűlés legfőbb pénzügyi gazdasági ellenőrző szerveként a demokratikus intézményrendszer független alapintézménye. Ezt önök szeretik kihangsúlyozni, és én meg szeretem a vezérszónoki felszólásomban ezt tételesen cáfolni, ahogy eddig is ezt tettem. Azt gondolom, hogy tudjuk bizonyítani azt, és számtalan alkalommal bizonyosodott be a közvélemény számára is, hogy az ÁSZ a kormány által kért megrendeléseket teljesíti, célirányosan vizsgál és célirányosan büntet. És azt gondolom, hogy ez így nincs rendben, és valóban azt várnánk, amit ugye Varjú képviselőtársam már mondott, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a célja, iránya az legyen pártpolitikailag független. Tehát, hogy ugyan vegyék már észre azt, amit mindenki észrevesz. Amit a közérdekeltetéssel kapcsolatban Bangóné képviselőtársam elmondott, az tökéletes példa. Beszélünk hasonló hibákról, majd önök éves csúszással megállapítják ugyanazokat az észrevételeket, amiről beszéltünk. Én most azt kérem öntől, elnök úr, hogy vegye észre az önkormányzati ingatlan értékesítésnek a korrupciós kockázatait, és emelje föl a szavát, hogy a magyar önkormányzatok, jellemzően fideszes önkormányzatokról beszélünk, én az 5. és a 9. kerületről tudok konkrétan beszélni, gyakorlatilag az áralatti értékesítések következtében komoly vagyont élnek fel, illetve hát osztanak ki haverok között.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy nehéz arról beszélni, hogy a függetlennek mondott állami számvevőszék munkásságában elfogadható-e az a beszámoló, ami elénk került, ami egyébként nagyon szép, színes, szagos, szépen kötött, csak az a baj, hogy a működés az messze nem azt mutatja a gyakorlatban, ami ebben a beszámolóban le van írva. Külön érdemes kiemelni azt a közelmúltbeli ÁSZ javaslatot, ami az állami vezetők bérplafonjának a megemelését indítványozta. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt Lázár Jánosék kérték az állami számvevőszéktől, mert nehezen tudták volna önmagában megmagyarázni, hogy most miért kell hirtelen gyökeresen szembefordulni a korábbi álláspontjukkal, amikor is az elmúlt 8 év urizálását és a magas állami fizetéseit kritizálták. Így azonban az ÁSZ, mint teljesen önálló szakmai javaslata alapján alapozták meg az intézkedést. Egyébként ez egy nagyon jó példa az állami számvevőszéknek a mai, ma betöltött szerepére. Az ilyen jellegű vizsgálatok egyébként jellemző, hogy nem átfogó, pénzügyi gazdasági ellenőrzések, vagy eleve behatárolják azokat a területeket, amit az ÁSZ vizsgálni kíván. Azt gondolom, hogy nagyon hosszú felsorolás, és valószínűleg nem férnék bele a negyed órába, hogyha itt mindent felsorolnék. Szerintem érdemes lenne a csütörtöki rádiókabaré készítőinek elolvasni ezt a beszámolót, mert szerintem rendre lehet találni benne olyan megállapításokat, amiket nagyon közérthető módon lehetne vicc tárgyává tenni. Azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy a lehet más a politika számára, és azt gondolom, hogy ezzel nem fogok nagy meglepetést okozni, nem fogadható ez a beszámoló, mert sajnos a leírtak, illetve a gyakorlatban tapasztalt vizsgálatok ezt nem teszik lehetővé. Azt gondolom, hogy egy demokráciának valóban ismérve az, hogy független intézmények függetlenül, a kormánypártoktól függetlenül tegyék a dolgukat, és ez sajnos ma ez nem valósul meg. Épp ezért sajnos a beszámolót nem fogjuk tudni támogatni, és nagyon szeretném, hogyha az állami számvevőszék működése az egy olyan fordulatot venne, hogy jövőre ne egy ilyen tartalmú vezérszónoki felszállást kelljen elmondanom, hanem azt tudjam mondani, hogy tisztelt elnök úr, ez a beszámoló rendben van. Sajnos ezt nem mondhatom, mert tisztelt elnök úr, ez a beszámoló nincs rendben. Köszönöm szépen.